A húsvéti ünnepkör zárónapjához érkeztünk, a Fehér Vasárnaphoz. Fehér Vasárnap a nevét onnan kapta, hogy azok a felnőttek, akik húsvét hajnalán megkeresztelkedtek, azok ezen a vasárnapon vették le fehér ruhájukat. Tehát innen az elnevezés. Egy héti korták. Ennek a napnak különlegessége a barát választás, vagy a barátság megerősítése. A fiatalok, lányok és legények barátot választottak ezen a napon, vagy megerősítették a barátságukat. Mindezt azért tették, hogy jövendő gyermeküknek keresztszülőt válasszanak. Tehát nem a családi kötelékből választottak keresztszülőt, hanem a legjobb barátot vagy barátnőt választották keresztkomának. Szóljon a barátságról egy ima. Kapi Béla evangélikus lelkész ősi 1928-ban kiadott Békesség című imakönyvéből olvashatjuk. János evangéliumának idézetével kezdi. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Hűséges, baráti lelkekért száll hozzád imádságom, szeretet Istene. Ó, mi bőséges a te jóságod, amellyel gyermekeid számára osztályos szíveket rendelsz, s a világ fagyos hidege elől elrejted őket a baráti szeretet sátorába. Megdermedne lelkem, és ajkamra fagyna boldogságom mosolya, ha senki se ismerne el földön, senki se érdeklődne utánam, és senki se közeledne felém szíve hűséges szeretetével. Boldogan köszönöm néked, atyám, hogy életem vigasztalására és felderítésére jó barátokat adtál nekem. Nekem is adj erőt, hogy másoknak igaz barátja lehessek. Legyek a szeretetben erős, a hűségben álhatatos, az önfeláldozásban kitartó. Boldogítsam barátaimat a legdrágább értékkel. Adjam nékik barátságomban Krisztus lelkét.